Na akkor, Atikám, ez egy próba. Kijövök a teraszról. Mindjárt. Így kezdődik a történet. Ugye ez itt a játszótéri kiágazás. Ugye ez itt a járda mellett van végig. Tehát itt megint nem olyan nagyon lehetne bármilyen kerítést is csinálni. Ugyebár a forgalmi telep, Caprer alsón, meg hát a túlsó felét be lehetne keríteni, de azt meg hülyeség. Na, ahonnan eltűnt a személyzet, csak ez az egy maradt. És akkor próbáljuk meg megrepülni a pályát. Nem tudom, hogy sikerül. Kb. Ebben a magasságban. Ha lecsapunk itt a malom túl köré, hát itt megint ugye van baj kerítésileg, nem férsz hozzá a tóhoz. Ugyebár, de hát ide egyébként se kell kerítés. Vagy nem kéne. Így körbe jövünk. A kettős híd. Kettős híd. És arra föl a valamikori első nagy állomás. Az a probléma, ugye, hogy itt mindenütt sínek vannak. Itt mindenütt sínek vannak. Most itt bárhol, ha kerítést húzok, megáll az élet az udvaron. Mert ennél jobban nem tudok kinyújtózkodni. Első, a legmagasabb pontja az egésznek. Hát, igen. Itt azért történet volna. Bármilyen kerítés. Hova? Marad az, hogy jól elpicsázom, vagy a lucát, vagy a kutyát.